Sziasztok, Felem vagyok, és ahogy látjátok, ezúttal a T25 per 2-ről fogunk megnézni egy videót. Ez ugye az egyik hetedik szintű TD-je az Amcsiknak, azon az oldalon, amit én is nagyon szerettem, ez ugye a Hellcat után. És hát egy kicsit most nosztalgiázunk, mert én is elég sokat játszottam ezzel a tankkal, és eléggé szerettem, és most, hogy a T30-asnál vagyok, kicsit vissza is sírom ezt is, meg a T28 Protót, és ami utána jön, az az igazság. Bár nagyon sok ember, és nagyon sokan a fórumokon, főleg az angol nyelvűeken lehúzzák ezt a tankot, mert hogy szerintük nem egy jó TD és kész szenvedés vele játszani. Nekem sose volt szenvedés, szerintem teljesen jó volt. És amiért azt mondják, hogy ez rossz az a tank, az leginkább az ágyú, mert ha megnézitek, akkor 170-es átütés, 240-es sebzés, az nem valami fantasztikus egy TD-nek 7. szinten. Főleg mióta behozták ezeket az új tankokat, amiknek félelmetes átütése és sebzése van. Azóta ez elég így eltörpül mellettem, mondjuk úgy. Amit el lehet mondani az ágyú mellett, az az, hogy nagyon pontos és nagyon gyorsan lő, ami egy komoly előny, mondjuk úgy. Viszont az átütés az néha tényleg fájni tud az embernek. Ezen kívül ez a tank nagyobb és lassabb, kevésbé mozgékony, mint a Hellcat, ami előtte volt. Viszont átosztja azt a jó tulajdonságát, hogy a torony eleje, tehát konkrétan az ágyú melletti rész, az réteget páncél, tehát ez le tud venni lövéseket, anélkül hogy sebződnénk. És néha le lehet venni egy-két lövést a lánctalpal, de erre annyira nem érdemes számítani, hogy összességében papírból van ez a tank. Ráadásul a látszat csal, ez valójában nyílt tetejű, tehát nincsen konkrétan teteje a tanknak, csak egy ilyen kis fedél, ezért az ártik különösen szeretik. Na nézzük is meg, hogy mit fog itt történni. Aki játszik, az Hadon 92, akit én csak nagyon meg fogok hívni, a pálya, az a Siegfried Line, és ez egy 8-as meccs, 7. szintű tankkal vagyunk, aminek ráadásul nincs jó átütés, ez vegyük figyelembe, és mi támadunk, tehát összesen 10 perc van, vagy áll a rendelkezésünkre a győzelemhez. Na nézzük is, hogy mi fog itt történni. Ugye ez egy amerikai TD, tornyos TD, tehát mint ahogy a Hellcat, ez is nagyon jó ágyus ügyedéssel rendelkezik. Úgyhogy a T25-ös ugye nem szereti magát kitenni az ellenfél tüzének, természetesen, hát eleve ugye TD-ről van szó. Tehát a legjobb megoldás az, hogyha hátul maradunk, és lehetőleg egy domb közelébe, ami fölött lövöldözhetünk a fantasztikus ágyus ügyedésünkkel. Úgyhogy Dani és Iti 83, akivel szakaszban van, mindketten egy T25 per 2-esen vannak, feljönnek erre a dombra, ami ugye ilyen támadó módban teljesen jó, mert az ellenfél általában mindjárt itt van az órunk előtt, és Szász is lepatint egyet Ittitől, és Dani mindjárt át is üti az oldalát, és utána vissza szépen, mielőtt még az az AMX M4 rálövetne Danira. Tehát a cél ilyenkor az, hogy kihasználjuk a jó ágyus ügyedésünket, kimenjünk, lőjünk egyet, és azonnal vissza, mielőtt ránk lőhetnek. És a lehető legkisebbet mutassuk meg a tankunkba. Hoppá, itt csinálunk egy ilyet, hát ha visszajönnek a sziluettek. És egyelőre még nem teljesen tiszta, hogy hány tank van itt, de hoppá, az AMX kapott még egyet. Francia nehéz tankok azok nem túl jól bírják általában, tehát még a 170-es átütés is simán átmegy. Uff, oké. Itt azért belelőtt egyet, de sajnos mi már nem tudtunk. És kezd kialakulni a dolog, ugye az ellenfél szépen becsoportosult oda a városba, hát ugye ez egy támadó pálya. És érdemes észrevenni talán azt az IS-3-ast, illetve a Tigris 1-esünket, aki a legnagyobb tankok közé tartoznak, főleg az IS-3-as ugye, és ott vannak fönt a hátunk mögött, és nem csinálnak semmit. Itt kapott egy hatalmasat a Jack Panther 2-estől, és meghalt. A 110-es meg úgy gondolja, hogy ő nem foglalkozik holmi kis T25-ösökkel, egyszerűen kimegy és a hátát mutatja. Dani meg úgy van vele, hogy hát úgy legyen, akkor majd mindjárt megmutatom, hogy azért nem olyan rossz tank ez. És kap még egyet, mert lehet, hogy nem nagy az átütés, lehet, hogy nem nagy a sebzés, de legalább gyorsan lövünk. És puk. 110-es is megvan, eddig jól állunk. 5-2 az állás, ott egy KV1-es ment a dombon. Az IS-3-asunk meg a Tigris 1-esünk, megnézzük egy kicsit őket ott hátul. Ez egy teljesen jó pozíció egy IS-3-asnak meg egy Tigris 1-esnek, igaz? A Tigrisnek még talán egy kicsit jobb is, de az IS-3-asnak, ó, te jó ég. Oké. Panther. Kitette egy az egyben az oldalát, jó fejmódon. Hát ugye az ember így játszik egy Pantherrel, ami teljesen papírból van, és beúszta a nyakát. Dani meg ellenállt a kísértésnek, hogy odahúzzon egyet, bár nem volt esélye a találatra. Eddig 1783 sebzés és 1 kill. És itt jön a VK3002, aki én úgy gondolja, hogy ha nem látom a T25-öst, akkor már biztos nincs is ott. És a struc politika kapott még egyet, de kicsit, 182, ez a szörny egyébként ebben a tankban, hogy 7. szinten lehet vele lőni 200 alatt, ami azért néha fájdalmas tud lenni. Na most ott kéne lenni valahol annak a KV1-esnek, meg a Jagdpanther 2-esnek is,
7-3 eddig teljesen kiegyenlített, eddig egyelőre teljesen úgy néz ki, hogy mi fogunk nyerni, illetve Dani csapata. De ahogy látjátok, már 7-5 az állás, tehát nem olyan sima győzelem lesz ez itt. Ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy ez az IS-3 és a Tigris, ez konkrétan ott... Na jó, inkább nem mondom, mit csinálnak ott a sarokban. Oké, Jackmander 2-es is kapott egyet, és megállt ott, de... Á, elmegy, sajnos. Pedig pont az oldalát mutatta, teljesen jó volt. A Panther itt van mellettünk. És az IS-3 meg a Tigris végre... ráúrunk, megöljük, mi vagyunk a kemény fiúk, a legnagyobb szintű tankok a játékban. És ez is kapott egyet Dani. Ezt most levettük lánctalpa, illetve az oldalával a tanknak gyakorlatilag. A Panther egyébként érdekes, mert nagyon jó átütése van. Hogyha ez a nagy ágyú volt, akkor kb. 2-es az átütése, tehát elvileg simán kell volna mennie. De csak egy lövést kaptunk. És 9-6 az állás, ott a KV1-es. Pont, igen, nagyjából az oldalát mutatta, de hát azért 170-es átütése a KV1-es oldalát simán. Szinte bármilyen szögbe át lehet lőni. Ez persze túlzás, mert nagyon, nagyon extrém szögben azért nem. És Tigris 1-es is kapott egyet, szerintem pont szembe áll velünk, tehát gyakorlatilag nem mutat semmilyen szöget a páncéljában. Ez most egy kicsit a tornya lesz, így van, ez sajnos nem talált, közben 3000 sebzés fölött vagyunk, és ezt is levettük lánctalpal. Kapott még egyet, közben a KV1-es is meghalott, jól mennek a dolgok balra. És Tigris nem velünk foglalkozik, mi csak olyan kis mellékes vagyunk neki, szerencsére. És még mindig kilóg. Még mindig kilopuk meghat. 11.9. 3800 sebzés Danitól. És itt egy Jagdpander 2, aki erősen küzd azzal a KV1-essel, akinek alap tornya, illetve alap ágyúja van. KV1-es most már vesztésre áll. Kapott 83 sebzést tőle a Jagdpander. De legalább nem velünk foglalkozik. Úgyhogy csináltunk neki egy újabb testnyílást, és csináltunk még egyet. Ezt a harmadik kill 4286 sebzés. Az ellenfélnek még van 3 darab 8-as tankja. És a mi 8-as tankjaink, hát lássuk be, nem túl hatékonyak. Mondjuk úgy. A Tigris 2 puff kapott egyet. És az IS-3-mal van elfoglalva, de ő sem a legnagyobb ágyújával lő, ahogy látom. Pum, és maradt 5 HP-ja. Pedig jó nagyot lőttünk, 289, az hatalmas ennek a tanknak. Á, és pont bement az épület mögé. De innentől már jónak néz ki a dolog. 4800-es sebzés, most már inkább csak az a cél, hogy meglegyen az 5000, legalábbis nekem mindenképp az lenne. Ami ezzel a tankkal fenomenális lenne. Ajja, itt egy IS-3-as, pum! És ő bizony átütött bennünket elég rendesen előről. Úgyhogy most Daninak be kéne valahogy vonulni egy kis fedezőkbe, de hátra meg a Ferdinand jön. De itt nagyon éhes, egy legalább egy killre még. Ajaj. Ferdi szép lassan jön kifele ott. Kitenné a hasi páncélját. Hopp, most ezt egy kicsit úgy érzem mellé lőtt a Dani. Most nagy sietségben nagy lelője a Ferdinand. Igen, hogyha a Tigris ez lefoglalná a Ferdit. Ferdinek el kell forduljon, ez az fordul mindjárt majd oldalra, reméljük, így van. És akkor mostanában belelőhetünk egyet az oldalába. Kis alattomos módon. Sajnos nem ment át, a Tigris viszont átütötte. És puk, meg volt. És pont oda, nem ment át, egy kicsit megfordította, pont oda az orcájába be lehet lőni a Ferdinandnak, ugyanúgy, hogy a Tigris P-nek is. Oda lőtt eddig Dani, de most sajnos egy picit elfordult, így nagyobb lett a szög. Megvan az 5000 sebzés. 5047 sebzés. És már csak egy IS-3-as van, nézzük, hogy tőle még sikerül beszereznünk némi sebzéspontot. Vagy egy halált mondjuk, mert már csak 191 élete van Daninak, és pont ez az IS-3-as lőtte le. Pont kilő az első, ez az kilátszott az első lánckerék. És puff, ez az már csak 84, valószínűleg nem mi fogjuk leszedni róla. Mert mögött áll a KV1-es, aki szépen beledurrant egyet robbanóval a hátába. És ezzel 5500 sebzés és 3 kill. És jelzem egyébként, azoknak, akik ez miatt fanyalogni szoktak, hogy volt Daniel 15 darab APCL lövedék is, tehát prémium, és ebből csak a végén lőttünk el kettőt, azt is már csak azért, mert a normál lövedék elfogyott.
És ez sikerült így 5500 sebzésre kihozni, ami a T25 per 2-vel félelmetes eredmény, és a Dani e-mailjéből láttam, és meg is néztem, valóban így van, amikor ezt a videót csinálom, akkor a 8.10-es patchben ez a legnagyobb sebzést okozó visszajátszást a T25 per 2-essel. Úgyhogy gratulálok Daninak, nagyon szép eredmény volt. Nagyon szerencsésen is jöttek ki természetesen a dolgok, mert ugye ezzel kapcsolatban is nagyon sokan szoktak panaszkodni, hogy az ilyen meccsekhez mindig szerencse kell. Hát persze, hogy szerencse kell hozzá, hogy az ember nincs szerencséje, akkor az első lövéssel felrobbantják. Tehát minden szerencse kell. Igazából, hogyha túléljük az első 1 percet a játékban, már szerencsénk volt, ha így nézzük a dolgokat. Na, hát remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha szeretnétek látni élőbe, akkor iratkozzatok fel a Twitch TV-s csatornámra. És lájkoljátok a videót, lájkoljátok a Facebook oldalt. Sziasztok!